Rendkívüli eseményben volt részük ma a brit uralkodó alattvalóinak. 70 éve nem látott esemény vette kezdetét, összeült ugyanis a trón utódlási tanács. A csaknem 750 tagú testület formálisan is megállapította az új uralkodó személyazonosságát, hogy hivatalossá váljon harmadik Károly királlyá választása. Szombaton délelőtt 10 órakor újságírók és londoniak százai lepték el a Szent Jakab palota környékét. 70 éve nem látott esemény vette kezdetét, összeült ugyanis a trónutódlási tanács. A testület tagjai helyi idő szerint 9:30-kor kezdtek érkezni a palotába. A csaknem 750 tagú testületbe tartoznak a Privy Council tagjai, ez a mindenkori uralkodó tanácsadó testülete, a londoni City polgármestere, a Lord Major, aki nem azonos a londoni polgármesterrel, valamint a parlament felső kamarájának, a Lordok házának tagjai és a nemzetközösségi országok londoni diplomáciai képviselői. Ők azok, akik formálisan megállapítják az új uralkodó személyazonosságát és kikiáltják uralkodóvá. Ceremoniális jellege van ennek az eljárásnak, hiszen éppen az 1701-es trónutódlási törvény alapján Károly, harmadik Károly néven már édesanyja II. Erzsébet halálának pillanatától az Egyesült Királyság uralkodója, mégis erre a ceremóniára szükség van, hogy formálisan is azzá váljon, és ez a ceremónia történik ma meg. A trónutódlási tanács munkája két részből áll. Az elsőben a titkos tanács a király jelenléte nélkül kikiáltja az uralkodót, és hivatalosan jóvá hagyja a különféle parancsokat, beleértve a kiáltványra vonatkozó rendelkezéseket is. God save the king! Isten áldja a királyt! A második részben a király is jelen van, és nyilatkozatot tesz a tanács előtt, felolvas és aláír egy esküt, hogy fenntartja a skót egyház biztonságát, és jóvá hagyja a tanács parancsait, amelyek elősegítik a kormányzás folytonosságát. A protokoll szerint a Szent Jakab palota erkélyéről magyar idő szerint déli 12-kor olvasták fel a fő kiáltványt. Ez a kiáltvány első nyilvános felolvasása, amelyet másnap 13 óráig még Skóciában, Észak-Írországban és Walesben is fel kell olvasni. Mindaddig nem engedik félárbócra a lobogókat, utána viszont az Egyesült Királyság visszatér a gyászba. Harmadik Károly király pénteken kora este uralkodóként első ízben szólt az Egyesült Királyság, és a jó részt egykori brit gyarmatok alkotta nemzetközösség népeihez. Azt mondta, élete hátra lévő éveiben ugyanolyan elkötelezettséggel szolgálja nemzeteit, ahogy ezt édesanyja II. Erzsébet tette. Ahogy maga a királynő is oly rendíthetetlen odaadással tette, most én is ünnepélyesen megfogadom, hogy a hátralévő idő alatt, amelyet Isten nekem ad, fenntartom a nemzetünk középpontjában álló alkotmányos elveket. Bárhol is éljenek az Egyesült Királyságban vagy a világban, és bármilyen legyen is a hátterük és a meggyőződésük, igyekszem majd hűséggel, tisztelettel és szeretettel szolgálni önöket, ahogyan egész életemben tettem, fogalmazott harmadik Károly. Az uralkodó úgy fogalmazott, élete ezután gyökeresen megváltozik, ahogy fontos változás vár a családtagjai számára is. Megemlítette feleségét, Kamillát, akinek számít majd a segítségére. Károly hivatalosan bejelentette azt is, hogy több száz éves hagyomány szerint trónra lépésével elsőszülött fiára Vilmos trónörökösre száll a walesi hercegi cím, amelyet eddig ő viselt. Vilmos feleségét, Katalint ezentúl a walesi hercegnői cím illeti meg. A nemzethez intézett beszéde előtt harmadik Károly a Buckingham palotában fogadta Liz Truss miniszterelnököt, akit II. Erzsébet királynő alig két nappal halála előtt nevezett ki kormányfővé. Eljött a pillanat, amitől úgy sejtem oly sokan, köztük én is rettegek, fogalmazott Károly a 10 percig tartó találkozón. Az uralkodó azt mondta, megható volt látni azt a sok virágot és részvét nyilvánító embert, akik a Buckingham palotánál várták, hogy megérkezzen pénteken a skóciai Balmorából, ahol csütörtökön hunyt el a néhai királynő II. Erzsébet.